Már a koronavírus magyarországi megjelenésekor kirajzolódott, hogy a fertőzés nem csak az emberek egészségére, hanem a gazdaság működésére is igen komoly hatással lehet. Gyártóüzemek, kereskedelmi cégek, vendéglátóegységek voltak kénytelenek csökkentett üzemmódban folytatni, vagy rosszabb esetben bezárni. A magyar kormány már több gazdaságvédelmi intézkedést is életbe léptetett a vállalkozások és a munkavállalók megmentése érdekében. Ugyanakkor a hosszú távú megoldások megtalálásához az államnak egy átfogó képet kell kapnia a magyar vállalkozások helyzetéről. A napokban a Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft. Állított össze egy felmérést, amely arra világít rá, hogy a megyeszékhely és környékén működő cégeknek milyen kihívásokkal kellett és kell szembenéznie ezekben a hónapokban. A koronavírus járvány egy mindenki számára új helyzetet teremtett, amelyben kiemelt hangsúlyt fektetünk arra, hogy felmérjük a járvány vállalkozásokra gyakorolt hatásait. Ennek egyik lépcsőjeként egy kérdőívet készítettünk, amelyen keresztül a helyi vállalkozások visszajelzést adhatnak, többek között arról, hogy mi az, ami a legnagyobb problémát jelenti a vállalkozásuknál. Ilyen lehet például az alapanyagnak a beszerzése, a termelés folytonosságának a biztosítása, vagy adott esetben a szükséges védőfelszereléseknek a beszerzése. De ugyanakkor azt is megkérdezzük, hogy hoztak-e speciálisan a munkavállalókat érintő intézkedéseket, például bevezették-e az otthoni munkavégzést, az úgynevezett home office-t. A felméréssel az a célunk, hogy egy átfogó képet kapjunk a helyi vállalkozások járvány miatt kialakult helyzetéről, melyek azok a kihívások, amelyekkel a cégeknek szembe kell nézniük. Bízunk benne, hogy minél több vállalkozás kitölti a kérdőívet, ezzel is elősegítve egy reprezentatív eredményt, amely alapul szolgálhat a szükséges intézkedések előkészítésében. Bartók Dávid hozzátette, az már az eddigiekből is látszik, hogy lényegesen más problémákkal kell szembenéznie egy mikro és egy nagy vállalatnak, mint ahogyan az ágazatok között is hatalmas különbségek vannak. Az összesített adatokat az elkövetkezendő időszakban Nyíregyháza önkormányzata és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara is kielemzi, így meghatározható lesz az irány a további válságkezelő intézkedések meghozatalához. A jelenlegi gazdaságvédelmi akciótervben meghirdetett bértámogatások például segítséget nyújthatnak, de úgy gondolom, hogy még további támogatások is elérhetőek lesznek a vállalkozások számára, amelyek ugyanúgy a munkavállalók megtartását is tudják szolgálni, mint a vállalkozásoknak adott esetben az újraindítását. Hogyha beérkeztek a válaszok, amelyre jelenleg május 13-ig tudnak válaszolni a cégek, a kérdőívre, abból mi fogunk készíteni egy összefoglaló elemzést, és az abban született legfontosabb megállapításokról be is fogunk számolni, illetve adott esetben továbbítjuk ezeket a megállapításokat a releváns szervezetek felé. Az ügyvezető elmondta, csak Nyíregyházán és vonzás körzetében több ezer vállalkozás működik, a reprezentatív felméréshez pedig a lehető legtöbb érkezett válaszra szükség van. A bejegyzett cégek nagy része e-mailben kapta meg a kérdőívet, amely ugyanakkor a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kereskedelmi és iparkamara web és Facebook oldalán keresztül is kitölthető.